nézőinket. Stúdiónk mai vendége dr. Nagy Molnár Miklós, a karcagi Györfi Nagykun Múzeumnak az igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves nézőket és önt is. Karcagról ismert, nem csak itt a környéken, hanem az országban is, hogy nagyon fontos az itt élő emberek számára a hagyományok tisztelete, a hagyományok élése, és illetve a különböző évfordulókra való megemlékezések, amik kötődnek a szűkebb Nagykun hazánkhoz. Az elmúlt időszakban egy igen jeles évfordulóról emlékeztünk meg, a redemcióról. Mielőtt erről beszélgettünk, egy kicsit kalandozzunk vissza a történelembe, és beszélgessünk arról, hogy mit is jelent pontosan ez a redemció, maga a fogalom, illetve mit jelent a kunok, a jászkunok életében, és konkrétan itt a karcagi emberek életében. Igen, ez a redemció szó mutatja, hogy ez egy latin szó, nem véletlen, önmegváltást és megváltozást jelent. Nem véletlenül latin, hiszen a 17.-18. századi közigazgatás nyelve az félig meddig latin volt. Tehát általában akik a jegyzőkönyveket készítették, azoknak volt egyfajta latinos műveltsége, hol kisebb, hol több, ezért néha aztán vannak hibák is a jegyzőkönyvekben. De egy ilyen nagy fogalom, mint redemció, amit természetesen ezen a vidéken talán már természetes, hogy mindenki tudja, országszerten azért még most már talán jobban ismerik, de ugye amikor még én voltam gyerektörténelemből, nem is tanultunk, fogalmam se volt, hogy van egy ilyen szó, illetve hogy mit is jelent ez a redemció. Hát ugye vissza kell mennünk egészen a 17. századba, illetve a török korba, amikor ugye az egész Alföld, ez a terület elpusztásodott, ugye az oszmán birodalom, az oszmán hordák, azok végig raboltak mindent. Bár ugye vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy nem csak raboltak, nem csak pusztítottak, hanem építettek is. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon kevés olyan dolog van. Jó a fürdő például, a fürdőkultúrán kialakulása, de azért tulajdonképpen az Alföld pusztásodása akkor következett be, hiszen a mai Kiskunság területe teljesen kiürült. Tehát amikor a török kiűzése megkezdődött a 150 év után, a Habsburg birodalom, hiszen akkor ugye Magyarország nem önálló állam volt, a Habsburg seregek segítségével ugye kiűzték a törököket, és ez óriási pénzbe került. Egy háború mindig sok pénzbe került, sajnos ezt a mai napok is mutatják, a mai aktualitások is mutatják. És ugye kiürült a kassa, az államkassa, és ezért úgy döntöttek a kancellárián, a kamarában, hogy na, akkor pénzt kell valahonnan szerezni. És hát ugye Európában sem volt könnyű akkor sem kölcsönözni, hát akkor elküldték Pencz Jánost, hogy mérje fel a területet, hogy milyen területről is van szó. Ez 1699-ben meg is történt, és akkor ez a jó ember eljött, de hát ugye osztrák lévén fogalma se volt, hogy hol jár, és egy mocsaras vidéken találta magát. Itt persze mindenki elmenekült a mocsárba településekről, hiszen egyrészt a törökök betörtek, másrészt a végvári vitézek sarcolták a területeket. Ezért ugye a lakosok nagy része, aki megmaradt, az elmenekült. Több település egyébként akkor akkor pusztult el, azoknak már ugye csak határnevek őrzik az emlékét itt Karcag határában is. De azért sokan megmaradtak, és amikor ez a Pencz fölmérte a területet, megállapított, hogy ez egy üres terület, ezt el lehet adni, vagy el lehet zálogosítani. És persze utána majd visszaszivárogtak az emberek, mikor véget ért az egész, tehát ezért akkor alakult ki Karcag is ilyen nagy határú várossá, és azért alakult ki akkor is a hat település. A Kiskunságban pedig akkor újra települtek, hiszen a jászságból néhány jász településnek volt, például Kiskun félegyháza nem is létezett akkor, hanem a jászapáti legelő területe volt, és ők telepítették újra Kiskun félegyházát. Tehát akkor ugye eladták a területet Lipót császárunk, aki a végvárakat is felrobbantotta, tehát sok jót köszönhetünk neki. Ő 1702-ben
elzálogosította, eladta a területet, pontosan hát pűbéruraságba adta a német lovagrendnek. A német lovagrend ezáltal földesúri jogokat kapott, és a területen élő addig szabad jászok és kunok, mert ugye szabad életet megkapták, a szabadságjogokat még megkapták a betelepülésekkor, és ezt addig minden király szabatolta nekik. Ezt elvesztették egy tolvonással, és tulajdonképpen jobbágyokká váltak. Na most természetesen azért a jászok és kunok nehezemben nem törődtek bele sem az elején sem, tehát a német lovagrend nem tudta a földesúri jogait érvényesíteni, úgyhogy meg is szabadult később tőle, tehát eladta a Pesti Invalidus Háznak, akik szintén nem tudták érvényesíteni jogaikat, tehát tulajdonképpen jogilag volt földesura a területnek, de gyakorlatilag nem volt földesura. Viszont a szabadságjogok eltűntek, tehát nem lehetett olyan egyszerűen menni, tehát ugye a jobbágy nem költözködhetett egyik településről a másikra, és hát 40 éven keresztül tartott egy küzdelem, ugye 1745-ben akkor lett a vége, a jászok, kiskunságiak és a nagykunság összefogott, a hármas kerület. Ekkor alakult ki az a szigorú öntudat, ami ma is jellemzi mind a három területet. Mert ugye meg kellett határozni magukat, hogy ez a három kerület miben különbözik a többitől. Miért nem jobbágyi terület, és miért nem kerülhet földesúri függés alá. Tehát ezt mindenki utána járt a történelembe, amúgy is akkor is olyan hagyományokat tisztelték, hiszen hetedízig nem mindenki tudta az őseit, hogy kikinek a kie. Bocsánat. És ez a három terület, ez a jászkunok, kiskunok, nagykunok? Ez a jászság, kiskunság és a nagykunság, igen. Ez a hármas kerület, ez egy részt alkotott akkor, amikor már ugye 1745-be kerültünk. Tehát tulajdonképpen ugye Varrótól kezdve az illési kapitányokig mindenki küzdött, és akkor volt az a dolog ugyanúgy, mint amikor a nagy templom építése volt, hogy tekenős békát gyűjtöttünk, mert vittük föl, mert ugye a kocsikereket is meg kell kenni. És ugye a fönt az oszták kamarában nagyon szerették a teknős békalevest. Nem az alföldiek ették. És ezzel jártak kedvükbe, itt a mocsárból össze lehetett szedni, ezzel jártak kedvükbe, és akkor egy kicsit úgy, hát akkor lobbiztak, hogy most a mai szóval beszéljünk. Ez volt a lobby ára. És tulajdonképpen akkor eljutottunk oda, hogy akkor Mária Terézia nagykegyesen elfogadta ezt az egész küzdelmet, és az eredetileg 500 ezer rajnai forintot megegyeztek egymással, hogy 535 ezer forintot kell visszafizetni a három területnek. Ezt akkor a hármas kerület összefogott, hiszen minden kerületnek meg volt a maga kapitánya, azok összefogták a területeket, összefogtak és szétosztották lakosságszám szerint a három kerületbe, és a hármas kerületben, egyet kerületben pedig településenként osztották szét ezt az összeget. És minden lakos adott bele pénzt, és aki adott bele, az lett a redemptus, aki nem tudott beleadni, de mellette volt, azok az irredentusok lettek, tehát akik kunoknak vallották magukat, illetve jászoknak, de nem vettek részt, vagy csak csekély mértékben a redemcióban. Tehát ez 1745-ben zárult le, május 6-án írta alá ezt az oklevelet Mária Terézia, meg kell jegyezni, hogy azért az oklevélben az volt, hogy ők ezt csak kölcsön kérik. A kölcsönt, amit aztán természetesen a 20. századig nem fizettek vissza, tehát most sem. De most már ugye a 19. század óta, 1848 óta, amióta már nem feudalizmus van, hanem polgári demokrácia, vagy polgári korszak, azt mondták, okafogyottá vált a dolog, úgyhogy még talán a 910-es években egy jász képviselő a parlamentbe megpendítette,
de lesöpörték természetesen, hogy ez bár régmúlt. Tehát ugye 1745. május 6-án kelt az a diploma, amelyben visszaadja a függetlenséget, visszaadja a szabadságjogokat, mindent, ami korábban megvolt. És ez egy óriási dolog volt, hiszen ugye megszűnt egy jobbágyi függés. Ugye az országos jobbágyi felszabadítás az 100 év múlva következett be. Ezzel ugye, ezért is egyébként május 6-a a redemció emléknapja, ezzel is ugye magával a redemcióval elindulhatott egyfajta polgári fejlődés. Ugye a városok mindenütt, illetve a települések saját önigazgatásban működtek. Maguk választották ki a saját vezetőjüket, a tanácstagokat és a bírót is. Tehát egy demokratikusnak nevezhető rendszer alakult ki, de azért annak is megvolt, hogy csak redemptusokból kerülhetett ki a vezető réteg, tehát azért nem volt az általános szavazati jog, mint amit majd később beszéltek róla. Tehát ezért volt ez nagyon fontos, és ezt azóta is mindig mindenki számon tartja, és ahogy mondtam, az identitást ezt nagyon erősen megnövelte, és ez megmaradt azóta is a karcagi, illetve a kunsági emberek fejében, és a jászokéban is. És gondolom a megváltás után egyfajta gazdasági fejlődés is elindult ezen a területen, mert a megváltás előtt ugye, ahogy elmondta, elég elmaradott térség volt. Igen, igen, elindulhatott, mert ugye később jött a vasútépítés, és egyebek, ugye ez már majd a 19. században lesz aktuális, de tulajdonképpen ugye nagy pénz, anyagi terhet jelentett ez a lakosoknak, tehát azért is ez egy óriási dolog, hiszen egy két ökör ára volt általában, amit be kellett fizetni, és ez elég rendes pénz mai viszonylatban is. Tulajdonképpen, de van, aki ennél jóval többet fizetett természetesen. Úgyhogy ezáltal ugye utána indultak meg ezen a vidéken, és majd később a területrendezési tervek, hiszen majd a 19. században megtörténik a lecsapolása a területnek, a Tisza elterelése, és akkor ezáltal egyfajta modernebb gazdálkodásra térhetett át, nem csak a legelős gazdálkodásra, a legeltetésre, hanem nagyobb búzatermesztésre, illetve gabonatermesztésre, amit aztán fellendített a vasút, természetesen, tehát a kereskedelmi lehetőségek. Tehát tulajdonképpen a redemció nyitotta meg azt a kaput, amit a 19. században elért a magyar társadalom, illetve a nagykunság is. Az évszázadok alatt akkor folyamatosan fejlődött ez a terület, még nem elértünk, ugye most a 20. századig, és mióta, mikortól emlékeznek meg erre a megváltásra, a redemcióra ezen a területen élők? Hát tulajdonképpen sokan, úgymond fű alatt, akik a múzeumokhoz kapcsolódtak, mert ugye van más területe, más városban is múzeum, sokan tudtak róla. Igazándiból a 90-es évek elején, illetve már a 80-as évek végén Szabó Lajos tanár úr Kisújszálláson hívta föl széles körben a figyelmet, ő már sajnos nem él, később országgyűlési képviselő is volt, ő hívta fel széles körben a figyelmet, hogy figyeljünk oda, hogy van itt egy ilyen folyamat. És akkor indultak meg intenzívebben a kutatások, és majd ugye, amikor a redemciónak a 250. évfordulója volt, 1995-ben, akkor csúcsosodott ki az a dolog, hogy közismerté vált egész országban is, de főképpen a jászságban és a kunságban. Majd ugye a 2016-ban a jász kunkapitányok tanácsa, ugye most is vannak jász és kunkapitányok, és az idő, akik már nincsenek hivatalban, meg akik hivatalban is vannak, ezek rendszeresen találkoznak egymással, és akkor a jász kunkapitányok tanácsa elhatározta, hogy megkeresik az országgyűlést, és országos emléknappá nyilvánítatják. A jászok voltak a vezetői ennek a dolognak, mert ugye a redemciót is hivatalosan
a jászperényi nagy templomban hirdették ki. Uh-huh. Tehát ezért van az, akkor, hogyha Jászberényi volt a hármas kerületnek a központja, és akkor ezóta is ott van, hogy Jászberényben, a templomban van a fő megemlékezés ezzel kapcsolatosan. És ugye 2016-tól a parlament elfogadta, hogy emléknap legyen, először csak gyertyagyújtással emlékeztünk meg redemcióról, mostanában már ugye koszorúzással, mert hiszen mindenütt vannak már emlékművek, de ugye alapvetően az volt a cél, és az lenne a cél, és ezt ebben szeretnénk majd továbbra is visszatérni az alapokhoz, hogy főképpen az iskolákban a gyerekeknek, hiszen a mai történelem tankönyvek sem nagyon foglalkoznak vele, hogy mi is az a redemció. Tulajdonképpen a tanár jó indulatára van bízva, hogy elmondja, nem mondja. És szeretnénk majd kiszélesíteni, hogy az a nap talán szóljon az oktatásban is, történelem órán legyen mindenütt rendkívüli történelem óra, szóljon arról, hogy mit jelentett a redemció. Hiszen ez egy olyan több évszázados egyrészt álomnak a visszahozása, másrészt meg egy több évszázados emlék, amit tényleg büszkék lehetünk. Mert ezt nem felülről, nem máshonnan, hanem a saját vérével és verejtékével hozta össze a nagykunság és a jászság lakossága. Valószínűleg sokan tudják itt Karcagon, hogy hol van ez az emlékmű, de akik mégsem, akkor beszélgessünk egy kicsit erről az emlékműről, hogy hol van, mit ábrázol, ki készítette ezt az emlékművet. Igen, ugye most Aradi Emlékparknak is, Aradi Emlékparknak is nevezzük azt a területet, de tulajdonképpen ott három emlékmű található. Egyrészt ugye a millecentenárium évében felavatott Kötöny és Béla találkozását megörökítő emlékmű. Ez ami kiemelkedik, messziről is látható. Igen. Mellette van egy kis emlékkő, körülötte 13 fával ugye az aradi emlékmű, és a kettő között található egy kis harang, ilyen lélekharang jellegű harangocska, amelyet Györfi Sándor szobrászművészünk, azóta Kossuth Díjas szobrászművészünk készített, és 2016-ban volt a felavatása ennek a harangnak, és ezért ott rendezzük általában a megemlékezéseinket. És nemrég volt egy megemlékezés, amelyen mindig évről évre egyre többen vesznek részt, hiszen egyre több embernek foglal el most már fontos helyet, szerepet az életében az erről való megemlékezés. Így van, hiszen nagy részt az emberek nagy részének kötődése, családi kötődése, ősei vettek részt személyesen, vagy egyéb családi kötődés módján kötődnek ehhez a dologhoz. Beszélgessünk egy kicsit a múzeumról. Ugye most a téli időszakban bezárt a kapuit a múzeum, de jön a tavasz és éled. Gondolom, hogy kezdődnek a különböző rendezvények. Igazgató úr, beszéljen erről egy kicsit nekünk. Igen, hát sajnos ugye az energia miatt be kellett zárnunk, az energiaválság miatt, hiszen gázfűtés van a múzeumban, és hát padlófűtés is elég nagy terület, tehát sajnos pörögnek a gázórák, vagy pörög a gázórák, és ez kicsit a költségvetésünket is megtépázta. Ezért november 1-től április 15-ig az önkormányzat úgy határozott, hogy zárva tartunk, és majd csak utána tudunk nyitni. Ez sajnálatos módon persze keresztül húzta terveinket, mert ugye a Magyar Kultúra Napján szoktunk kiállítást nyitni, ez most elmaradt. Ez a kiállítás ugye kitartott volna május elejéig, mert éppen a jövő héten, május 18-án a Múzeumi Világnapon terveztünk egy új kiállítást, amit fogunk is nyitni, most készül. Mert hogy van egy másik évforduló, 20 éves a Nagykunsági Népművészek Egyesülete. És korábban ugye 10 évig én voltam az elnöke, és hát mikor megkeresett az Egyesület, hogy mit szólnék hozzá, hogy a múzeum, mondom, természetesen, hiszen itt volt a múzeumban a székhelye az Egyesületnek, úgyhogy most újra visszatér. Igaz, csak egy kiállítás erejéig a Népművészeti Egyesület alkotói visszatérnek a múzeumba. És ez a kiállítás a Birkafőző Fesztiválon is majd látogatható lesz, hiszen majd júliusban
fogjuk lebontani. A terveink azok, hogy között szerepel az, hogy az a kiállítás, amit ugye most nem tudtunk megvalósítani, az ugye most Portugáliába fog menni, meg utána még Európa több városába. Ez egy ilyen szecessziós kiállítás a Mezőtúri és a Kunszentmártoni fazakas mesterek Badár Balázs és Bozsik Kálmán munkásságát dolgozzák fel alapvetően, a historizmus szecesszió korszakának népművészete, akik azért hatással voltak a Kántor Sándorunkra is, tehát tulajdonképpen létjogosultsága van annak, hogy itt is bemutassuk. És ez a kiállítás, ha minden igaz, és hogyha nem kell nagyon bezárnunk ugye év végén, akkor október-novemberben visszatér ide Karcagra, de ha nem tudjuk akkor nyitni, akkor tavasszal föltétlenül megnyitjuk a rendezőkkel, szervezőkkel, már ezt beszéltük. Az év második felében még tervezünk egy Luka Lajos veszőfonó kiállítást, hiszen Luka Lajos tavaly lett népművészetmestere, tehát az a hagyomány a múzeumban, hiába, hogy most lesz ő is a kiállítók között, az a hagyomány, hogy azért a népművészetmestereit folyamatosan bemutatjuk. És hát közben még tervezünk, de ez még szervezés alatt van, sokan ismerik Albert Krisztián nevét Karcagon, aki magángyűjtő, sok mindent gyűjt. És még konkrétan nem beszéltem Krisztiánnal, de már pár évvel ezelőtt egy ígéretet tettem neki, hogy mindenféleképpen bemutatjuk az ő gyűjteményét, valamelyik részét, úgyhogy most fogunk majd oda jutni, hogy leülünk, és van időpont, lesz időpont, és akkor eldöntjük, hogy akkor mi az, amit képesek vagyunk megrendezni, és akkor nagy széles körbet be tudjuk mutatni. Hiszen kisebb kiállításai már voltak, most volt nem olyan régen, ugye a Dérinében is egy kiállítása, igaz, az nem a gyűjteményéből, hanem a mesterségéből kifolyólagosan. Tehát egy tehetséges fiatal emberről van szó, akinek örülünk, hogy helyet adhatunk, úgyhogy még a konkrét, azért nem mondok bővebben, mert még nem tudom én se pontosan, hogy mibe egyezünk meg, hogy mit fogunk bemutatni, de mindenféleképpen szeretnénk helyet adni. És nagyjából ez, így néz ki ez az évünk, közben szeretnénk ugye a raktárban folytatni a rendezést, hiszen ott sincs hűtés, tehát a nyári melegben a 30 évig ugye bezsúfolt tárgyakat most szét tudtuk rakni, most tudunk egy rovancsot csinálni, hogy mink van, milyen állapotban, mit kell restaurálni, mint kopott le a leltár is szám, mert ugye van egy szakleltárunk, mit kell pótolni, vagy mit kell újra leltározni. És menet közben ugye, hát amit a törvény előír számunkra is a digitalizációt, ugye ez Európai Uniós előírás, amit már mi megkezdtünk, de hát csak ilyen Hályok Kovács módszerrel. Tehát, hogy a leltárkönyvünk már egy nem akreditált program keretében már számítógépen van, de a tárgyak, a leírókarton, fotó, ezek még nincsenek, hiszen ahhoz nagy teljesítményű háttértár kellene, ami jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre. Ez majd egy nagyobb beruházást fog igényelni. De emellett haladunk ezzel a munkával, és tervezünk konferenciát is ebben az évben, amit ugye tavaly nem tudtunk megvalósítani, illetve Debrecenben valósult meg a energia probléma miatt, a Debreceni Egyetemmel közösen tervezzük ezt. Távlati tervünk az, hogy jövőre lesz a múzeum névadójának 140. születésnapja. Tehát ez már meghatározó, ugye februárról van szó, már meghatározó, hogy ha nem is februárban, nem is a téli időszakban, de valamikor a tavasz kezdetén egy nagy konferenciával szeretnénk megemlékezni, hiszen 40 éve nem volt nagy konferencia. Kisebb konferenciák voltak, de most egy olyan jelentős évforduló lesz, amit szintén majd a Debrecen Egyetem Történeti Intézetével, a Néprajzi Múzeummal közösen szeretnénk megvalósítani, tehát egy olyan, mint ami a 100 éves volt, olyanra tervezem, hiszen
Egyrészt azok a kutatók már nincsenek, azóta is vannak frissebb, újabb eredmények, frissebb, fiatalabb szemek másképp látják a Györfi hagyatékot, a Györfi kutat, a Györfi munkát. Úgyhogy remélem, hogy egy jó, úgy tervezem, hogy egy jó sikerült konferencia lesz, és hogyha az ember úgy tervezi, akkor úgy is fog megvalósulni. Ez így van. Mert minden, csak, minden fejben dől el, és mindent mit határozunk meg. Tehát ezek a távlati terveink, úgyhogy, és közben ugye nyitva van a múzeum már, ebben az évben ugyanúgy a Fazekasház már nyitva van, lehet korongozni, ott fazekasként ott van Esz Nagy István, ugye a régi, idős Esz Nagy István fia, aki múzeumpedagógiai foglalkozások keretében, szakkörök keretében bemutatja és segíti a megismerkedést az agyaggal. És hát a szélmalom is, az egy kicsit korlátozottabban látogatható, naponta, tehát kettől péntekig, 10-től 14 óráig látogatható a szélmalom. Ebben az évben a tájházunk, a Jókai utcai tájház az sajnos, illetve nem sajnos, mert végül is örömteli dolog, hogy felújításra kerül, és ezért sajnos nem vagyunk nyitva. Tehát majd jövőre viszont egy megújult, hát ugye, hogyha valaki járt arra, nem olyan régen, akkor láthatta, hogy a sütőház, a kisház teteje az rettenetesen néz ki, belül is ugye a kemence összeomlott már, tehát van mit felújítani rajta, és hál' Istennek úgy tűnik, hogy pályázati pénzből ez most meg fog valósulni. Úgyhogy ezek az egy mostani terveink. Aztán majd vannak még távlati, de azokat még nem lőnénk le, hogy majd még az jön, majd amikor nyílik, akkor majd jelentkezünk időben. Hát ahogy itt elmondta igazgató, igen mozgalmas jövő áll, illetve évek állnak a múzeum előtt. Én kívánok a programokhoz nagyon jó csapatot, akik ezeket majd megvalósítják, és persze a háttérmunkálatokhoz is kitartást. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Egyébként a csapathoz csak annyit, hogy van most egy jó csapat, csak sajnos lesznek nyugdíjazások, és ezért újat kell majd helyezni, meg megfelelőeket kell majd pótolnunk. De nagyon köszönöm. Bízunk benne, hogy lesznek megfelelő emberek, akik folytatják majd ezt. Ez így igaz. Köszönöm szépen én. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket.